Hello, súly már, hello, szénás kör. Hát bele is csaptam ebbe a fényes nappal. Szép idő van, mi mindig parádé a völgy, egyszerűen félelmetesen jó futni. Csicseregnek a madarak, süt a nap, király. Úgy tekintek erre a maira, hogy ismerkedem a szénás körrel, ezért is készül a videó, vissza tudom majd nézni, hogy hol milyen a terep. Például itt van az első igazán komoly emelkedőnk, ezt nem is futom. Majd egyszerűen állapotba leszek. Történt itt egy vicces dolog, ahogy rátértem a képsávra. Ezt egy nénit, egy idősebb nénit előztem meg. Szegény félreugrott. Megjegyezte, hogy azért ilyet nem, mert azt hitt, hogy valami nagy kutya lohol itt utána. Hát igen, érdekes hangokat tudok kiadni így kocorászás közben. Az első erdőszegény. 2 perces pihenő után magnéziumot vettem be, kalciumot vettem be, ittam egy picit. Nagyon izzadok, ezért egy só tablettát is bedobtam. Folytatom is az utamat. Az elmúlt pár kilométeren szenvedtem azzal, hogy a kamerámat megjavítsam. Egyszerűen lefagyott. Nem is értem miért. Most pedig így egy pillanatra a másikra úgy döntött, hogy újra tud rögzíteni. Itt vagyok már a piros háromszög jelzésen. Kiváló az idő, kiváló a terep. Nagyon kevés az ember, aki szembe jön. Ők túrázók zömében és félreállnak, nagyon rendesek. Azt is el kell mondanom, hogy nagyon pozitív, hogy a kutyáját mindenki megköti. Csak nem szénás kör, akkor integes. Második pont, 1.56. Hát nem igazán sikerült a kódot beismerni a webböngészőnek, ugyanis nincs térerőm. Elmentettem, meglátjuk, hogy följebb lesz esetleg térerő internet hozzáférésem, amivel jóvá tudom írni a pontot. Sajárom a technikám. Minden azzal kezdődött, hogy nem működött az órám, alig akart elindulni. Utána szarakodott a kamera, kicsit szarakodott a GPS-em is, és itt a kék útnál tudtam csak leolvasni a nagy kopasz kódot. Rohadtul örülök neki. Ez van. Majd a következő etapom gyorsabban fog tűnni egy picit. Kutya hegy, nagyjából egy magas a nagy kopasszal, egy icipicit magasabb a nagy szénásnál, ahova le fogok ereszkedni, és egy picit majd ugye visszamászok, lesz egy nyereg, a kutyahegyi nyereg, az országos kék túra nyomvonalából csatlakozok majd be. Ez a kutyahegy egy kicsit kevésbé járt, talán azért is, mert nincsen rajta kilátópont. Ugye a nagy szénásról nagyon szép a panoráma.
csergezámpák kilátóból is. Kutyahegy nyervje. Ott van a távolban a nagycénás. Jobbra pedig a nagy kopasz. Az ezüst, avagy a rókás kör a túloldalon. Bassza meg, elfáradtam, megmondom őszintén. Hívtalak be, volt egy kis aggódás, nem? Igen, utána az órán láttam. Az volt a baj, a videóra alá is narráltam, hogy a nagykovácsi kék útnál tudtam beolvasni a nagykopaszt. Biztos. Hát így egy nagy adag fagyin túl. Érem büszke tulajdonosaként. Mondhatom, hogy egy kiváló kihívás ez a szénás kör. Mindenkinek ajánlom.